Ferenc pápa idén nyáron kevesebb liturgikus eseményen vesz részt, hogy felkészüljön pápasága leghosszabb nemzetközi útjára, amelyre szeptemberben indul. A 87 éves pápa júliusban és augusztusban 8 héten át nem tart nyilvános szentmisét a pápai liturgikus szertartások mesterének hivatalos programja szerint. A pápa jelenlegi naptára szerint július 8-ától szeptember 1-jéig szünetelteti nyilvános liturgiáit. Ezt megelőzően liturgikus naptára szerint várhatóan legalább 3 eseményt vezet. Pápasága során Ferenc pápa elődeinél sűrűbb nyári menetrend mellett döntött. Nemzetközi utakra ment, új bíborosokat kreált, új egyházi ünnepeket hozott létre, és mint köztudott, lemondott a hagyományos nyári elvonulásról a Castel Gandolfóban található pápai rezidencián. Azonban a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a vasárnapi úrangyalaimádság kivételével júliusban nem szerepel a nyilvánosság előtt, amely lehetőséget adott neki arra, hogy felépüljön azokból a műtétekből, amelyeken az elmúlt években 2023. júniusában és 2021. júliusában esett át. Ferenc pápa 2024-ben még nem ment nemzetközi útra, de őszi programjában 2 is szerepel. Az egyik egy nagyszabású 2 hetes dél-kelet-ázsiai és óceániai körút, amely során megáll Indonéziában, Pápua-Új-Guineában, Kelet-Timorban és Szingapurban. Július 29-én Szent Péter és Szent Pál apostolok Róma fő védőszentjeinek ünnepén szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában. Július 1-én összehívta a bíborosi konzisztóriumot az új szentek közelgő szenté avatásával kapcsolatban. A Vatikán nyilvánosságra hozta, hogy a pápa egy másik apostoli látogatást is tesz Olaszországon belül, mielőtt egy időre szüneteltetné utazásait. Július 7-én egy napra az észak-olaszországi Triest városába látogat. Júniusban részt vett a G7-ek csúcs találkozóján is, ahol a mesterséges intelligencia etikai megközelítéseiről beszélt. Ferenc pápa július folyamán nem tartja meg a szokásos szerdai általános audienciáit a Szent Péter téren, de a pápát megpillantani vágyó Rómába érkező látogatók továbbra is láthatják őt minden vasárnap délben, amikor megjelenik az apostoli palota ablakában az úrangyala imádságra.